Köszöntöm Önöket, együtt a Rák ellen című sorozatunkkal folytatjuk mai adásunkat. Köszöntöm a vendégeimet itt a stúdióban, velünk van állandó szakértőnk, állandó stúdió vendégünk Balog István úr, a Gyermekrák Alapítvány elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, szeretettel üdvözlöm a nézőket! És hála Istennek nagy tisztelettel ismét itt a stúdióban dr. Bakanek György, doktor úr, aki nagyon sokat segít az alapítványnak. A különböző nagyon-nagyon fontos munkájában, illetve nagyon-nagyon fontos kényes kérdésekben. Elnök úr, nagyon sokszor beszélgettünk arról, hogy különböző alapítványok, különböző civil szervezetek, akár az egészségügyet tekintjük, akár a munkaerő foglalkoztatást, akár az oktatást, mennyit tudnak segíteni az élet különböző területein. Pontosan ezért talán én úgy gondolom, ha a doktor úr is egyetért velem, hogy kezdjük egy kicsit a bemelegítésként a beszélgetésünket, mielőtt nagyon komoly dolgokról beszélgetünk majd azzal, ami talán az egyik legfontosabb kérdés, és talán a nézőben is rögtön felmerül, hogy egy olyan alapítvány, mint az öné elnök úr, illetve az önöké, az például eszközvásárlásban hogy tud segíteni intézményeket? Mert az, hogy betegeket segít, az teljesen evidens. De hogy intézményeket hogy tud segíteni, és mekkora mértékben, az viszont nagyon érdekes lehet. A Gyermekrák Alapítvány 15 éves működése alatt elértük azt, hogy Magyarországon mi vagyunk az a civil szervezet, amelyik a legerősebben támogatja a kórházakat, vagyis teljesítjük a kórházaknak azon kéréseit, amivel a Gyermekrák Alapítványhoz fordulnak, és megveszük azokat a nélkülözhetetlen 21. század műszereit, aminélkül nem lehetne igazán diagnosztizálni, amivel sokkal nehezebb lenne a gyógyítás. Tehát megveszük azokat a készülékeket, amit a kórház vagy az őt üzemeltető önkormányzat képtelen megvásárolni. El kell, hogy mondjam, hogy ezeknek a műszereknek az ára 10 és 50 millió forint között van. És hatalmas mi össze. Az egész országban működő valamennyi kórház kérését, szinte mindegyiket teljesítettük. Természetesen elsődleges cél, hogy azokat a kórházakat segítjük elsősorban, amelyik rákos gyermekekkel foglalkoznak, de egyáltalán nem mindegy, hogy egy vidéki kórház, ahol a diagnosztikával kell, hogy foglalkozzanak, megállapítják a betegről időben azt, hogy ő beteg, és abban a pillanatban már tudják továbbítani oda, ahol valóban elkezdődik a kezelés. A Gyermekrák Alapítvány számtalan olyan műszert vásárolt a működésünk 15 éve alatt, ami rajtunk kívül egész biztos, hogy nem tudtak volna semmilyen körülmények között megvenni. Ezek a műszerek, ezek laparoszkópok, gasztroszkópok, röntgenkészülékek, CT-k, tehát valamennyi olyan műszer, ami a diagnosztikához nélkülözhetetlen. Természetesen a műszerek megvásárlásában az elnöki tanácsadói testület munkatársai nagyban segítenek, és csak azokat a műszereket veszük meg, amire a kórháznak szüksége van, és amit a kórház kér, akkor elküldünk egy három cég felé egy árajánlatkérést, és a legolcsóbb árajánlatot adó cég az, aki a nyertes, akitől megvásároljuk a gépeket. Persze ez a minőséget nem befolyásolja, gondolom, ez az eszköz minőségét. Kulcs szót kiejtette doktor úr, az elnök úr, hogy időben. A rák az egy olyan, én most nagyon pejoratív leszek, egy olyan mocskos betegség, aminek nem érezzük a tüneteit, egyszerűen egy szűrés során, vagy egy vizsgálat során, vagy már a konkrét probléma során szembesülünk vele. Tehát nagyon-nagyon fontos az idő. Ez gondolom a gyógyítók számára is egy versenyfutás a gyógyulás érdekében. A korszerű eszközök nyilván lehetővé teszik, illetve hogyha a korszerű eszközök által végzett vizsgálathoz időben lehet hozzájutni, akkor lehetővé teszik mondjuk azt, hogy ebből ne legyen tragédia. Várólista, ugye ez mindenki feje fölött most, mint a kaszalebeg. Tehát ezek olyan fontos kérdések, hogy itt az eszközvásárlás és a korszerű eszközök, azt gondolom, hogy ez a kulcskérdés. Nagyon fontosak az eszközök, de legalább ennyire fontos az is, hogy a szülő mennyire idézőjelbe téve erőszakos. Sokszor a gyerek olyan tüneteket produkál, ami általános tünetet, tehát fáj a lába, fáradékony, gyakran megfázik, és hajlamos, hogy a túlterhelt gyermekorvosi hálózat azt mondani, hogy majd írunk ki valami antibiotikumot, aztán majd valami történik, majd jöjjenek vissza hetek múlva. Igazából a gyermek diagnosztikában nincsenek ilyen várólisták, mert indokoltat megnézni, csak erre gondolni kellene.
Ez nagyon fontos dolog, hogy időben gondoljunk a legrosszabbakra is, mert a helyes taktika az orvostudományban az, hogy az ember kizárja azt, aminek a gyógyításához tényleg az időfaktor az döntő. Tehát sokszor hónapokat vesztegetünk el azért, de azt mondjuk, a gyerek majd kinővi ezt a csontfájdalmat, és kiderül, hogy ennek a mélyen egy csontszarkom alapul, amit hogyha akkor erre gondolunk és megcsináljuk a megfelelő vizsgálatokat, akkor hónapokat nyerünk, és a kezelés sokkal hamarabb el lehet kezdeni. Tehát ugye ez rajtunk nem múlik, mert a műszereket megvesszük, de ugye a legjobb műszerekhez is megfelelő nézőpont, gondolkodás és szemlélet kell. Azt említette, hogy kell a szűrők rátermettsége, vagy esetleg erőszakossága, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell a szakemberek tudása. Hát ugye a elnök úrnak nyilván nem volt ideje megemlíteni, hogy mi azért az onkológiai vagy onkohematológiai szakmával természetes módon együttműködünk. Mi több, azt a néhány, nem túl sok rezidens van ebben a szakmában, aki szakorvos előtt, azoknak a továbbképzését és magát a rezidens időszakot azt nagyon komolyan támogatja az alapítvány. Tehát gyakorlatilag majdnem ugyanannyit tesz hozzá, mint amennyit hivatalosan kapnak, és azt hiszem ez egy úttörő dolog egyedülálló a magyar viszonyok között. Továbbá a rezidensek továbbképzéséhez szükséges legmodernebb és legfelkapottabb és legsikeresebb külföldi folyóiratokat szinte teljes egészében az alapítvány fizeti elő számukra. Na, itt jutottunk el arra a pontra, elnök úr, amikor beszélgessünk ma este, ha egyetértenek velem az urak arról, hogy mennyire fontos az orvosi tanácsadás. Rezidensekről beszéltünk, nyilván náluk a segítség. Ők fognak segíteni, de akkor fognak tudni segíteni, ha megfelelőképpen felkészültek. Viszont modellezzük azt, hogy egy családban probléma van, egy rákos probléma van a gyereknél, azt nyilván okosan kell megfogni egy szakembernek, egyrészt a gyermek felé, egyrészt a szülők felé. Mi a fontossága, egyrészt elnök urat kérdezem, és utána doktor urat, mint szakembert, mi a fontossága, illetve mi a segítségnek a különböző fajtája ilyen esetben? Abban a pillanatban, amikor a gyermekrák alapítványnál regisztrál egy beteg gyermek, az első és a legfontosabb dolog az, hogy az orvossal találkozzon. Az orvos az, aki megállapítja azt, hogy mire van szüksége, mit kell tenni, hogy kell megváltoztatni az eddigi életet, a szülőknek hogy kell változni a gyerekkel szembe, a gyermeknek pedig a szülővel szembe, és megadja azokat a tanácsokat és iránymutatásokat, aminélkül meggyőződésünk most már, miután mi évek óta dolgozunk együtt, hogy nem lenne ilyen szinten Magyarországon a rákos betegségből való gyógyulás. Erről sokkal bővebben tud mondani mindent Bakanek doktor, hisz ő az, aki évek óta minden egyes nálunk regisztrált beteg gyermekkel találkozik, és ma már közel 700 a jelen pillanatban nálunk regisztrált beteg gyermekeknek a száma. Ez egy óriási dolog. Doktor úr mondja el, hogy mire van szükségük, milyen táplálékkiegészítők, milyen gyógyszerek, milyen vitaminok, milyen családban történő változásra van szüksége a gyermeknek, milyen célkitűzései vannak. És én meggyőződésem, hogy szakértői csapat nélkül nem lehetne vinni a gyermekrák alapítványt arra a szintre, amin jelen pillanatban mi vagyunk. Azon kívül, hogy itt Magyarországon mi elkövetünk mindent annak érdekében, hogy a gyerek minél hamarabb gyógyult legyen, már túl vagyunk a határainkon, már kint vagyunk az Egyesült Államokban. Egyesült Államok segít abban, hogy a magyarországi beteg gyermekek még hatékonyabban tudjanak gyógyulni, mert azért azt tudni kell, hogy addig, míg Magyarországon a rákból való gyógyulás 65%, addig az Egyesült Államokban eléri a 90%-ot, és ez nem mindegy. És természetesen ez csak pénzen múlik. Szerencsére, köszönve az állampolgároknak, akik segítik a gyermekrák alapítvány munkáját, esetleg a személyi jövedelemadó 1%-ával vagy önálló támogatásokkal, nélkülük képtelenek lennénk meggyógyítatni ezeket a gyermekeket. Mert hisz nem a gyermekrák alapítvány gyógyít, hanem azok az orvosok, akik ezeket a gyermekeket kezelik, de a családnak doktor úr a segítséget. Akiket önök segítenek. 65% vagy 60%, 60-65%, 90% doktor úr, azért ez magától beszél, vagy magáért beszél. Ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy tényleg milyen fajtái léteznek, vagy önök miket tudnak megvalósítani a segítség különböző fajtái közül.
Ugye nagyon sokan kutatják több százmilliárd dollár összegben a rák eredetét, és ugye mindenki arra vár, hogy valaki majd ezt a problémát meg, hogy mi okozhatja a rákot. Azért nem fogják soha megtalálni azt az egyetlen dolgot, mert ez nem egy dologtól függ, ez egy komplex folyamat, ez a szervezetnek egy bizonyos reakciója, bizonyos válasza különböző okokra és kérdésekre. Igazából a rák kialakulásához legalább 5 olyan különböző tényező kell, aminek egyidejű jelenléte fontos. Tehát az, ugye a gyereketnél más a helyzet, mint a felnőtteknél, mert mondhatjuk, hogy bizonyos életmódbeli problémák okozzák a túlsúly, a mozgáshiány, a stressz nem megfelelő kezelése, különböző méreganyagok, környezetszennyezés, stb. Gondolkodás, célhiány, stb. Na most egy 2 éves gyereknél mit mondjak erről, aki gyakorlatilag még beszélni sem tud igazán, tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog. A gyermekeknél előforduló rákos megbetegedések, néhány rákcsoport, azt szorítkoznak, hogy mint például a különböző leukémiák, csontszarkómák, Wilms tumor, tehát idegrendszeri tumorok körülbelül, gyereketnél szinte irodalmi ritkaság száma megy egy gyomorbérrendszeri tumor vagy tüdődaganat, tehát ez inkább a felnőttekre jellemző. Azonban az a megfigyelésünk, hogy a hivatalos akadémiai orvoslás bármilyen rákos esettel szemben egyetlen egy dolgot tud tenni, ezt jó-rosszul megcsinálja, mégpedig az észlelt elváltozást megpróbálja eltüntetni. Hogy ezt most lehet-e műteni, vagy sugár, vagy kemoterápia, vagy a kettő együtt, ez mindig a daganat típusától függ, de mindegyik arra irányul, hogy a meglevő elváltozást valamilyen módon eltüntetni, megsemmisíteni. Ez nem egy rossz taktika, és hát ez egyetlen, amit az orvostudományban tud. Jelenleg igen, mert ugye ezzel megkisebbíti azt a felületet, amin a szervezet immunrendszerének meg kell küzdenie. Na most ugye ez mindig egy balansz, egy egyensúly, amit a homeosztázis a környezetünkkel, tehát van egy kiváltó ágens, az a daganatsejtek, és van egy immunrendszer, amelyik ezt megpróbálja eltüntetni, mint testi anyagot. Ha az immunrendszer rendben van, akkor ezt meg tudja tenni. Sok esetben nincs rendben. Mi feltételezzük azt, hogy bizonyos okok állnak fent. Ebben nem lehet baj, hiszen hogyha ezeket ugye én nem gyógyszerekkel próbálom meg, úgy, mint a hivatalos orvoslás, ami természetesen kell, tehát itt nem arról van szó, hogy alternatív dolgot nyújtunk, mi kiegészítünk egy kezelési sémát, egy úgynevezett protokollt. Ebben soha nem volt semmifajta vita a hivatalos álláspontokkal, tehát mi elismerjük és követjük és megtesszük mindazokat a lépéseket, amiket a kezelőorvosok érnek. Mi mindössze azt tesszük, hogy amikor a gyereket ugye kibocsátják egy intézetből, akkor szinte soha nem esik arról szó, hogy milyen életmódot kéne folytatni, a szülők és a gyermek viszonyát hogy kéne megjavítani, a szülők egymás közötti viszonyát hogy kéne javítani. Ezeknél a gyereketnél észrevehető szinte nincs intakt családi élet. Tehát vagy veszekszenek a szülők, vagy már elváltak, vagy meghalt valamelyik szülő. Bocsásson meg, doktor, ez lehet oka? Mert ugye azt arról beszélt a mondat elején, hogy egy 2 éves gyereknél hogyan, meg miért. Tehát akkor vannak olyan 1-2-3 éves gyermekek, ahol apuka negatív, anyuka negatív, tehát semmiféle tumoros betegség nincs, vagy rákos betegség nincs, a gyereknél pedig igen. Akkor ez kialakulhat egy rossz családi viszonyból, egy rossz életmódból, illetve egész pontosan akkor ez lelki eredetű? A lelki eredet mindenképpen szerepet játszik a daganatos betegségek kialakulásában, még gyermekkorban is. És ugye sokan megdöbbennek, amikor azt mondjuk, hogy egy 2 hónapos gyereknél agytumort diagnosztizáltak, és az ember visszamegy egy kicsit a kórelőzményben, akkor már ott tetten érhető a családnál a egymás gyilkolászása, tehát a várandós anyának a bántalmazása, és hogy a gyerek, sokan azt hiszik, hogy mit hall az a gyerek, semmit nem hall. Mindent érez. Mindent tud és érez. Én szülészként láttam egy olyat ultrahangon, hogy a gyermek gyakran szopja az ujját a méhen belül, az lehet látni. És tanulja voltam annak, hogy ott volt a mama hasán a ultrahangfej. Hirtelen megszólalt a telefon, és a gyerek kikapta az ujját a szájából. Tehát hallotta a telefoncsörgést. Tehát nem mindegy, hogy az anya milyen zenét hallgat a várandóság alatt, dohányzik-e, milyen a család élete. Tehát ezzel csak azt akarom érzékelni, hogy ne térjünk el a témától, hogy mindennek jelentősége van. És a gyermekrák alapítvány ugye már régen felismerte alapítását alapogva,
hogy a legjobb dolog a világon azt, hogy mindenki azt csinálja, ami ezért. Tehát elnök úr kitűnően ért a szervezéshez, az egésznek a menedzseléséhez, hogy enélkül ez nem megy. De nem akar nyilván orvos lenni, bár lehet, hogy szeretett volna, de hát szerintem jobban csinálja azt, amit most csinál. Vannak jogászok, vannak gyógyszerészek, tehát mindig a szakember dönti el, hogy mi az, amit a gyereknek adunk, mi az, amit jogi kérdésekben tudunk segíteni, hogy tudjuk esetleg bizonyos esetekben külföldre kiküldeni, mert Magyarországon nincsenek meg azok a műszerek. Például volt már olyan, hogy Svájcba küldtünk egy gyereket, mert itthon ki akarták venni a szemét. Svájcban van egy olyan eljárás, amivel nem kellett, és a gyereknek megvan a szeme ma is, tehát ez teljesen rendben van. Vannak olyan esetek, ami szinte a csodával határos. Ez nem azt jelenti, hogy a magyar rendszer, amely szintén protokollokkal dolgozik, nem jó, de benne mindig az alázat van az emberek iránt, és azt mondom, hogy az ördöggel is cimborálunk azért, hogy a gyerekeket megmentsük, és nincs semmifajta büszkeség vagy gőg, hogy azt mondjam, és ez jó lenne, mindenkiben benne lenne, hogy ezt nem engedem sehova, mert ezt én csak tudom, és ha én ezt nem tudom, akkor... És a gyerekek sokszor rámennek, tehát kell lenni minden orvosban alázatnak ahhoz. Igen, hogy... én úgy gondolom, hogy nem is a szakemberekkel van nálunk Magyarországon probléma az egészségügyben, hanem inkább amiről beszélgettünk, a pénzhiány, illetve a műszerek hiánya. Nem véletlen, nem gondolnám, hogy a svájci kollega az ügyesebb, okosabb, vagy tehetségesebb, mint a magyar kolléga. Hát sőt, hát hogy... Csak neki olyan... Neki könnyű. Neki könnyű. Mert hogy olyan körülmények állnak rendelkezésére, ami a magyar kollégának nem. Úgy viszont nagyon nehéz. Tehát ebben, és akkor visszatértünk a műszerekhez, de ami nagyon fontos kérdés, mert arról már sokat beszéltünk, és doktor úr is megpendítette, hogy mennyire tudnak segíteni a szülőknek abban, és a gyerekeknek, hogy elfogadják, hogy egyszerűen életmódváltásra van szükség. Akár kezelés megkezdésekor, akár közben, és főleg utána, hogy aztán ez a reményeink szerint gyógyult állapot, ez maradandó maradjon. Hát ugye az alapítvány kiad különböző kiadványokat is, amiket szakemberek írnak. Ugye a Korlap című kis kiadvány az időnként mellékletét képezi egy-egy napilapnak, és abban hasznos tanácsokat kapnak a szülők, hogy milyen tünetekre figyeljenek. Ugye érdekes dolog, hogy az alapítvány nem csak a gyógyításban segítkezik, hanem tulajdonképpen szekundár prevenciót is végzünk, hiszen hogyha a gyerek tünetmentes lett, ugye, és azt mondják neki, hogy te most meggyógyultál, elengedünk, az ember azt hinne, hogy nyugodtan hátradőlhetünk, pedig ez csak tünetmentesség, és ha nem tudnak változtatni azokon a szokásokon, amik megvoltak, akkor nagy a valószínűség, és vissza is esnek gyerekek. Ugye elnök úrral egyetértésben mi gyűjtjük azoknak a gyerekeknek a korlapjait, illetve hát a dokumentációját, akik úgymond gyógyultnak nyilvánítottak 5 éven belül, és gyakorlatilag szép kis paksamétánk van már, amiben a gyógyult gyerekek szerepelnek, és ugye itt ebben szerepet játszik például a sport megszeretetése is. Majd elnök úr nyilván elmondja, hogy rendszeresen részt vesz az alapítvány az onkoolimpián, ami Varsóban szokott lenni, és itt 2 évenként kimegyünk, és gyógyult vagy gyógyuló félbe levő gyerekeknél Magyarország milyen komoly eredményeket ért el. Na, elnök úr, ez például a rehabilitációnak, illetve az életmódváltásnak egy ilyen fényes bizonyítéka, hogy van ez az onkoolimpia. Ez nagyon röviden hogyan szerveződik, és miért tartja fontosnak, hogy ott legyünk? Gondolom nyilván a gyerekek miatt, de lehet más oka is. Most már 4. alkalommal vagyunk én az onkoolimpián. Ezt minden esetben Varsóban rendezik meg. 11 ország az, amelyik részt vesz ezen a nagyon nemes versenyen. Minden versenyző rákból gyógyult gyermek, 18 éves korig vannak ott a sportolók, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Gyermekrák Alapítványnak a kis versenyzői már több aranyéremmel, bronz és ezüstéremmel tértek haza. Tehát mi egyelőre vezetünk az onkoolimpia érem táblázatán, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog, hogy ezeknek a gyermekeknek visszaadjuk azt a lehetőséget, hogy bebizonyítsák saját maguknak és a betegtársaiknak azt, hogy mennyire fontos tulajdonképpen a hit, és mennyire fontos az, hogy tudok dolgozni, tudok sportolni, és tudok ugyanúgy gondolkodni, mint ahogy az egészséges gyermekek. Azok a gyermekek, akik most egy kórházban fekszenek, és látják azokat a ifjú, velük egykorú és egykor beteg gyermekeket az olimpiai
dobogón, azok egész biztos, hogy hitet kapnak arra, hogy meg lehet gyógyulni ebből a szörnyű betegségből. De ez valóban egy csapatmunka, ezt másképpen nem lehet csinálni. Ehhez nagyon fontos a szakértelem, nagyon fontos a szaktudás. Mi pontosan tudjuk azt, hogy azoknak az onkológus vagy onkohematológus orvosoknak, akik ezeket a beteg gyermekeket gyógyítják, óriási a szürke állományok. De azt is tudjuk, hogy kevés a pénzük és kevés az idejük arra, hogy igazán mindent elmondjanak a szülőknek és mindent elmondjanak a beteg gyermeknek, hisz a gyerekek között már van majdnem felnőtt 16-17-18 éves gyerek, mert pontosan tudja azt, hogy mi az, amire szüksége van. De erre a kórházba, egy klinikán az orvosnak nincs igazán ideje. Foglalkoznak velük ott pszichológusok, de azok tömegben dolgoznak. A gyermekrák alapítvány orvosa és a gyermekrák alapítvány tanácsadói, azok önállóan minden egyes gyermekkel és minden egyes szülővel, minden egyes családdal kizárólag rájuk szabott technikával és gondolkodással dolgozik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Meggyőződésem, hogy azóta, mióta mi ennyire komplex vizsgálatokat és gyógyításokat csinálunk, sokkal hatékonyabb a gyógyulás ma Magyarországon a rákból a gyermekek vonatkozásában. Mert minden tekintetben fejlődni kell egyébként. Azt gondolom, hogy Onkolimpia már pusztán az is egy aranyérem, ha valaki kikerül, hiszen a halál torkából jött vissza. Nagyon fontos kérdés, még erre szeretnék visszatérni. Pontosan azért, mert doktor úr említette, hogy vannak visszaeső gyermekek, pontosan azért, mert valahogy az életmódváltás nem működik hatékonyan a családban. Tapasztalatok szerint, ugye beszéltünk már arról, hogy mekkora tragédia egy családnak, ha szembesülnek azzal, hogy a gyermekük rákos beteg lett. Sok esetben anyuka vagy apuka kiesik az állásából, pénzhiány, amiben önök tudnak segíteni és táplálék kiegészítőkben. De egy életmódváltás gondolom szintén anyagi teher. Tehát elképzelhető, hogy azért egy gyógyulás után, egy reményteli folyamat után, egy visszaesés pontosan azért történik, mert egyszerűen képtelen a család megbirkózni ezzel a feladattal? Mármint az életmódváltás feladatával. Igen. Nagyon nehéz kérdés, hiszen a szülőket, akik ugye hát nyilván már felnőtt korban mindenfajta változás nehéz, de nagyon sokszor sikerül egyébként megfelelő étrendet a gyermeknek javasolni, és azt mindig el szoktam mondani a szülőknek, hogy egyáltalán nem tilos az, hogy ők is ugyanezt az étrendet folytassák, illetve a többi gyerek, aki a családban van, ugyanezeket megkapja. Tehát tulajdonképpen egy nevelési feladatunk is van. Nagyon érdekes megfigyelés, hogy gyakorlatilag minden megkérdezett rákos beteg, tehát gyermekek, akikkel már tudunk egy csevegés folytatni, általában 6-7 éves kortól egészen 24 éves korig törődik az alapítvány a gyermekekkel, hogy arra a kérdésre, hogy van-e életcélja, illetve milyen álma van az életben, egyik sem tud válaszolni konkrét válaszol, mert nem gondolkodnak arra, tehát nincs életcélja az emberek 80%-án. Pedig ez nagyon fontos. És a célnék, tehát egy várándítás, vagy néz a szülőjére, hogy nem is érti a kérdés, hogy amikor azt kérdezem tőle, hogy mi a te nagy álmod, mit szeretnél csinálni? Nem is gondolkodtam róla. Hát szoktam mondani érettség előtt, hogy ideje fölgyorsulni, mert most már idén érettségi van, tehát valamit el kéne gondolni. Ez lehet, hogy ijegységtől van? Bocsásson meg, doktor úr, vagy ugye folyamatosan szembe kell nézni a betegséggel, ezzel a nagyon-nagyon súlyos problémával, ami tragédiával is végződhet, és lehet, hogy valami blokkolódik a szervezetbe, és ezért nem állítanak fel életcélokat? Ez is benne lehet, de a betegség előtt sem volt ilyen, mert sokszor azért megpróbáljuk kibontani ezt, tehát tippeket adok, ilyen segítő rávezető kérdéseket, akkor azért lassan-lassan előjön valami, és ezt kell bennük tudatosítani, hogy ők fontos emberek, rájuk szükség van, rájuk számítanak. Nekik részt kell venni maguknak is a gyógyulásokban. Tehát ne azt várják, hogy majd más ad, és én pedig, mint passzív személy várom ezt. Tehát megpróbáljuk ránevelni őket arra oda vezetni, hogy aktív részeseivé kell válni a saját gyógyulásoknak, és ehhez bizony meg kell tenni mindent. Be kell szedni az étrendkiegészítőt, meg kell változtatni az étkezést, mozogni kell, célokat kitűzni, stb. Tehát ez a komplexitás és az egyénre szabott individuális megközelítés az, ami a és mondjuk a tervezés ezen a három lábon állami szaktanácsadói tevékenység. Ami meglehetősen bonyolult.
bonyolult és nagyon nagy munka. Ha egyetértenek velem az urak, akkor beszélgessünk még majd egy következő adásban erről, mert még rengeteg rejtelem és rengeteg titok maradt, amivel önök tudnak segíteni az eszközvásárlásokon kívül. Elnök úr, doktor, nagyon szépen köszönöm, 2 hét múlva ismét találkozunk. Önöknek is köszönöm a figyelmüket, tovább nagyon kellemes televíziózást kívánok. Bombera Krisztina, Kozman György, Lola, Novák Péter. 4 ismert ember, 4 különböző életünk. Valami mégis közös bennük. Mindannyian véradók. A fiatalok nem igazán adnak vért. Remélem, hogy erre is fel tudom hívni a figyelmet, hogy tényleg ez fontos. A véradás számunkra csak egy icipici tűzhúrás, de annak az embernek, aki a másik oldalon van, ez életét jelentheti. Legyél különleges, legyél rendszeres véradó. Készült a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat megbízásából. Ferenc nemzetközi repülőtéren minden nap közel 3000 utas fordul meg a világ legkülönbözőbb országaiból. Van köztük üzletember, édesanya és nyaraló nyugdíjas. Egy valamiben mégis hasonlítanak. Leszálláskor mind a főtaxit választják. Tudják, hogy az elmúlt 98 évben a főtaxi együtt fejlődött a fővárossal, és eleganciája, pontossága, sofőreinek udvariassága és megbízhatósága révén méltán vált a taxizás szakértőjévé. Ahol mindenki azt kapja, amit vár. Legyen akár üzletember, anyuka vagy egy család. Főtaxi. Meglepetések helye. Depresszió, allergia, migrén? Van segítség! Ezoterikus, spirituális kezelések Tihanyi Tamás Napegészségcentrumában, ahol az ősi ezotéria és a modern technika együtt szolgálja a gyógyulását. Kerületének legfrissebb akcióival, tévéműsorral minden héten postaládájában a Budapesti Piac. Budapesti Piac lapcsoport. Az első lépés a vásárlásban. Ha ingatlanát eladja vagy bérbeadja, ha eladó vagy kiadó ingatlan keres, nálunk a legjobb helyen jár. Budapest Ingatlan Centrum Kft. A profi ingatlan forgalmazó. www.bpic.hu. Borszéki ásványvíz. Igazi energiaforrás. Masszázsok, gyógyteák, ősi energiák. Gyógyuljon tisztán a természet erejével, Balázs István reflexológus segítségével.